Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. Bétót László műsora. Köszöntöm a kedves nézőt! Mai vendégem Bocskor Gábor, vagy ahogy hívja az egész szakma, Bocsi. Szia, Bocsi! Szia, Laci! Üdvözlöm a nézőket is! Szia! Hogy lettél te Bocsi? Uha! Nem tudom, ez szerintem teljesen normálisan adódott. Valahogy úgy nem, tehát nem bocsánatot kértek tőlem, hanem a vezetéknevemből ez olyan normális volt, hogy aki nem akart Gábornak vagy Gabinak szólítani, a Gabit nem is nagyon szeretem, mert maximum anyukám szólítanak, és akkor úgy valahogy a szakmában, tehát egyébként pont a Magyar Rádió épületében, amikor Danubiuszt hoztunk ott pont mellettetek, ott valaki elkezdte ezt a bocsizást. Talán az idősebb rádiósok, és akkor így. Igen, ez egy jó szójáték is egyébként, az elnézést, bocsi, meg hogy bocsi, szóval ez egy jó pofa, ez nekem tetszik. Na menjünk vissza picit a múltba, de ne a gyerekkorhoz, meg a gimnáziumhoz, hanem menjünk Berlinbe, ahol felsőfokú tanulmányaidat végezted. Miért pont Berlinbe? Hogy kerültél oda? Hát nézd, miután apukám külpolitikai újságíró volt, és ugye a mi családunkban kettő kiküldetésben volt részünk, és ugye az MTI-nek külföldi tudósítója volt, első nekifutásból Bonnban, ott voltunk 1976-ig, és akkor a második ilyen kiküldetés az viszont Berlin lett, ott voltunk 1981-től, és akkor a kiküldetés lejárta, utána én még maradtam, hogy befejezhessem az egyetemet, tehát nekem így 7 év Berlin adatott meg, és hát ez egy baromi izgalmas időszak volt egyébként, hogy miért pont ezek a tanulmányok, az meg azért, mert egyszerűen elképzelésem nem volt. Hát németül tudtam, az baromi jól, hát akkor mi a legkézenfekvőbb, germanisztika. És akkor oda, hál' Istenek, felvettek a Humboldt Egyetemre, és akkor így sikerült gyakorlatilag időt húznom igazából, mert én katona nem akartam lenni, tehát gondoltam, hogy az egyetemi évek arra baromi jók, hogy húzom, halasztom. Igen, és amire elvégezted az egyetemet, akkor nem kellett elmenned katonának. Nem teljesen, mert 28 éves koromban behívtak sorozni. Nem mondod. De. És gondolj bele, hogy 18 vagy 27 lehettem, 18 évesekkel ott álltam a folyosón, valahol a Zács utcában, ami a mai Teknek az épülete. És hát mondjuk úgy, hogy mindenféle betegségem volt, idézőjelben, és akkor ennek megfelelően egy E-kategóriát kaptam, az alkalmatlan, és akkor boldogan rohantam el az Ács utcából. Tehát ezt akkor megúsztam, de akkor már túl voltam az egyetemen. Igen, néhányunknak azt hiszem különféle betegségei voltak itt a sorozások ideje alatt. Emlékszem, mi a Frenreisen voltunk rettenetesen betegek több alkalommal is. Még az Engels térre jártunk mi annak idején. Elhiszem, nem. Hát ez tényleg akkor egy rémálom volt katonának lenni. Hát ma már sokkal profibb a hadsereg, hogyha valakinek vonzó a pálya, és ráadásul önkéntes, akkor ezt meg is értem. De akkor bekerülni abba, én szerintem minden, nem minden, de azért nagyon-nagyon sok fiatal próbálta ezt elkerülni. Hát akkor nekem így sikerült. Akkor ugye beszéltünk még Kelet-Berlinről és Nyugat-Berlinről. Te Kelet-Berlinben voltál? Vagy Nyugat-Berlinben? Igen, hát, mi úgy voltunk, ugye, hogy Kelet-Berlinben laktunk, apukám Kelet és Nyugat-Berlinben volt akkreditált tudósító, itt tehát az egész család tudott bármikor a fal túlsó oldalára is menni, ami több szempontból volt baromi jó, mert lehetett vásárolni, másrészt meg ugye egy csomó például koncertre el tudtam menni, amit mondjuk Magyarországon se tehettem volna nagyon meg, Kelet-Berlinről nem is beszélve, és az egy óriási élmény volt, ugyanakkor meg nagyon, hát nagyon-nagyon szomorú is az akkori fejemmel és a mai fejemmel is. Tehát amikor Checkpoint Charlie-n átmentél keletről nyugatra, az tényleg olyan volt, mintha Kievből mentél volna New Yorkba. Tehát, hogy egy olyan kontraszt, már a határnál egy olyan kontraszt volt, nem úgy, mint tudom, amikor elindulsz Bécsbe, és majd ott, nem tudom, valahogy Hegyeshalom és Nikkelsdorf, és aztán egy óra múlva majd beérsz Bécsbe, vagy kettő, hanem ott azonnal. És ezt azért nagyon nehéz egyrészt megszokni, a másik oldala meg nyilván nagyon élvezetes volt ott lenni, és a két határ között mindig ugrálni. Motozások voltak, amikor Nyugat-Berlinből mentetek vissza Kelet-Berlinbe, vagy ti kvázi diplomata státuszban voltatok, és nem szóltak nagyon hozzátok?
De figyelj, amikor apukámmal mentünk az autójával, akkor bár ő diplomata nem volt, de a rendszám miatt nem volt átnézhető az autó, tehát az nem. De amikor én magam mentem, mint fiatal, akár baráttal is át, tehát magyar vagy lengyel baráttal át a határa, akkor oda-vissza. Tehát nekem volt például egyszer egy Sting lemezemet, majdnem el akarták venni, mert hát nem értették, ráadásul ez egy ilyen portugál-spanyol kiadvány volt, és nem értették, hogy mi van, de hát az mindig gyanús volt, és az egy ilyen 20 perces, fél órás történet volt, míg végül is a lemezemet hozhattam magammal. Hogyne, abszolút. Annak idején a Magyar Rádiónak a lemezkészletét én gyarapítottam, és akkor, amikor elmentünk Kelet-Berlinbe, akkor onnan átmentünk Nyugat-Berlinbe, ott megvásároltuk a lemezt, azt nem tudtuk visszahozni már, hanem kellett hozzá a nagykövet, aki áthozott bennünket Kelet-Berlinbe. Ugye? Most már talán annyira nem titok, a Merves Tallért meg már is visszamentünk és beváltottuk. Az üzletben csak annyit mondtam, hogy ügyes. Persze, igen. Nem, hát azért nagyon nagy. Hát ugye látod, te is lemezekért, én is lemezeket gyűjtöttem akkor, tehát az egy hihetetlen korszak volt tulajdonképpen, és ezek kincsek voltak, ezek a lemezek. Igen, és hát én emlékszem, hogy ki volt írva a Checkpointnál, hogy meggondoltad, hogy visszamész? Aha, igen. Szóval és én nem tudom, te voltál a Checkpoint Charlie Múzeumban, ami ott volt egyből a határátkelő mellett, igen. Ahol gyakorlatilag azoknak a menekülteknek, akik valamilyen módon sikerült a falat áthágniuk, azoknak állítottak emléket, illetve hát kiállítási tárgyak is voltak. Tehát ez nagyon megrázó volt. 1986-ban már ugye itthon a német nyelvű Danubiusnak voltál a műsorvezetője, ami nagy műsorvezetés nem volt, azt hiszem hírek voltak, időjárás volt és közlekedés volt, tehát egy nagy műsorvezetés az akkori német nyelvű Danubiusban nem volt. Szívesen csinálta? Tehát aki jó beszél németül, azt gondolom szívesen csinálta. Hát egyébként egy idő elteltével már igen, de én amikor elmentem, hát a Fikár Laci kért fel engem, hogy menjek már be valamit németül elgagyogni, hát ha megfelelek erre a posztra, és én annyira rossznak éreztem magam, hogy én be is csaptam az ajtót, hogy mondom, bocs, tévedés, hát nem nekem való, és akkor így visszahívtak. Tehát amíg belerázódtam, addig azért annyira nem élveztem. És valamikor elkezdtem élvezni, és akkor már lassacskán, hát évről évre, bár két év német volt csak, ez egyfajta műsorvezetésé is vált, mert mi ott például a Kanyó Lacival, ugye próbáltunk néha ilyen párban műsort vezetni, néha színes híreken, úgymond lazán csevegni, de alapjában véve igazad van, hogy gyakorlatilag hírek, közlekedési hírek, receptek, egy színes hírbeolvasása, és nagyjából ez volt a munkánk, de lehetett gyakorolni tét nélkül. Gondolj bele, hogy elrontottam valamit, akár egy mondatot, akár egy megfogalmazást, senki nem vette észre. Tehát hát persze, hogy nem. Még te is azt hitted, hogy jó vagyok. Az a néhány német turista, aki ezt hallgatta, csak jót röhögött legfeljebb ezen az egészen. Így van, pontosan. A Magyar Rádióban találkoztunk mi először, de aztán először együtt mi a Sió TV-ben dolgoztunk. Emlékszel te az időszakra? Így igaz, hogyne, hát ez nagyon jó volt. Akkor mindenesek voltunk, híreket mondtunk, vendégekkel beszélgettünk, zenéről volt szó, tehát ez egy teljesen egy ilyen jópofa, kötetlen televíziózás volt mindkettőnk számára. Abszolút, hát az megint nekem egy nagyon nagy lehetőség volt, gyakorlatilag majdhogy nem tét nélkül, nyilván akkor már több gyakorlatom volt, akár ebbe is belekóstolni, és hát ahogy te is mondod, hát igazából miután mindenesek voltunk, annyi mindenben kellett magukat kipróbálni, improvizatíve, hát neked jóval nagyobb rutinod volt, és ott figyeltelek is, hogy csinálod a dolgokat, de az tényleg egy ilyen hőskorszak volt, és teszem hozzá, például a Sió TV-nek köszönhetem aztán a későbbi tévés pályafutásom, itt is, ahol Somogyi G. Gyuri volt ugye az egyik rendező lent, és aztán később a későbbi ilyen popzenei műsoraimnak volt ő a producer a Magyar Televíziónál. Tehát az egy baromi jó lépcsőfok volt. Hát a Polip volt ilyen 1988-ban. Hú, ezt te tudod? Hú, erre már én majdnem nem emlékszem, de a Polip az még független volt a Somától. A Polip az a Polip magazin, hát volt igen, egy ilyen... Igen, igen, könnyűzenei magazin volt. Ők akartak valamilyen tévés publicitást adni ennek a, tehát egyfajta ilyen egyensúlyt a tévé és az újság között, és hát bevallom, azt se tudom már, hogy azt kicsinálta. Talán Magyar Televízió produkció volt, ez a Vecsernyés János volt talán az operatőr, de talán mintha ő rendezte is volna, de a Réz Andris is megjelent ott, tehát nekem az, én csak lestem a nagyok között, hogy egy ilyen
45 perces forgatáshoz tényleg meg lehet, tehát majdhogy nem egy kamionnal álltak meg, és annyi világítás volt, meg szerkesztő, meg minden, én meg ott álltam megszeppenve, és azt mondtam, hogy akkor most itt van Németh Alajos a bikinitől, tudod? Szóval az egy érdekes sztori volt, az volt a legelső igazadban. Hát rég volt ez is, de szép volt, tehát akkor a magyar televízióban túl sok könnyű zenei műsor nem volt, ha belegondolok, ez közé tartozott, és ez egy beszélgetős műsor volt a Polip, azt hiszem. A Polip az még ilyen picit beszélgetős, konferálgatós, ilyen óriási látványokkal a háttérben, nem hiszem, hogy festékes vödröket locsoltak le, ez egy gyárépületben volt, és akkor annak a folyása az nagyon elkapta az operatőrt, miközben én konferáltam valamit, tehát ilyen idióta dolgok történtek, és aztán a Somával, amit csináltunk, az volt a koktélbár, meg ezek, azok is ilyen beszélgetős, fellépős történetek voltak, azokat úgy nagyon, azokat szerettem, így van. Hát nagyon sok más nem nagyon volt. Hát még volt 1 millió fontos hangjegy. A tiéd, így van. Igen, az enyém szombatonként, de hát tulajdonképpen túl sok nem volt a magyar televíziózásban. Aztán ugye én csináltam egy Kalipszó rádiót, és rögtön a Danubius is magyar nyelven kezdett el beszélni, és a magyar nyelvi Danubiusban te már reggeli műsorvezető voltál. Nem azonnal, hát én emlékszem, hát egymás mellett volt a stúdiónk, tehát mi voltunk aztán a 34-es, te a 33-as, ott a folyosón állandóan találkoztunk, hozzád ment a Szilágyi, meg a nem tudom, Zorán, meg Fiala, meg nem tudom ki, Albert Györgyi, és ugye mi megcsináltuk a Danubiust, és valóban magyarra váltottunk, de a reggel az még távolabb volt, tehát nekünk a reggel az azt hiszem, hogy 95-ben volt, amikor voltak az első hallgatottsági mérések, azok nagyon gyerekcipőben jártak, de akkor emlékszem, hogy szóltak nekünk, hogy aki akar pályázzon egy reggeli műsorprojekttel, mert hogy a Juventus az erősebb reggel. Nem tudom, az ő lefedettségük akkor milyen volt, és akkor mi a Mikó Robi kollégámmal, meg a Borossal kitaláltunk egy ilyen reggeli koncepciót, ez volt a kapucsino, és akkor kezdtem el igazából reggelezni. És gyakorlatilag attól a pillanattól kezd hajnalban, ezt hogy bírod, Gabi? Bocs! Na most már jól. Most már nagyon jól. Hát régen, ebben a korban még azért, amikor ugye elkezdtem, akkor nagyon nehezen. Nekem rengeteg zenész barátom volt, és azt te is tudod, hogy azért a zenészek szeretnek az éjszakában, nem tudom, tehát időt tölteni. Így tehát volt egy párszor olyan, hogy nem tudom, hajnal 2-kor kerültem haza, és 6-kor elkezdtük a reggeli műsort, és ez nem volt egészséges. Tehát arra rájöttem, hogy ez vagy fegyelemmel megy, vagy másképp semmiképpen. És hát nézd, az ember beleszokik. Tehát én most ma például teljesen fegyelmezetten legkésőbb 10 órakor ágyban vagyok, 4 órás kelés, 6-kor a stúdióban, és hát ezt az életmódot azért folytatom most már egy jó pár éve. Egy kis délutáni szundit azt még becsempészek az életembe, és akkor így bírható a dolog. Nagyon sokat rádióztál, tehát volt ugye a Cappuccino, aztán jött a Sláger rádióban a Bumerang, azt hiszem az 1999-től 2009-ig tartott. Tehát az is egy olyan időszak volt, hogy hajnali kerés, hajnalban ott kellett lenni, és észnél kellett lenni. Én nem mindig hallgattalak benneteket akkor sem, és bevallom, most sem a retróban hallgatlak mindig benneteket, mert én nem tudok ilyen korán felkelni. Igaz, nem tudok korán lefeküdni sem. Tehát ez egy abszolút életforma volt. Amikor hajnali műsorokat csináltam, akkor hát bizony át kellett állítani az életemet, és az nem volt egy könnyű feladat. Hát persze, és hát kell, hogy alkalmazkodjanak a családok is. Gondolj bele, hogy nem is tudsz szocializálódni hétközben. Tehát nem tudsz elmenni haverokkal meginni egy sört, vagy egy bort, vagy vacsorázni, mert 10-kor már ágyban kell lenni, nem otthon, hanem ágyban. Tehát nekem a barátkozás, akár régen a csajozás, bármi, az péntek és szombatra szűkült le. Semmi, más az égvilágon nincs. Hát nyilván aztán családom, és ezt tudtam aztán így menedzselni, de ezt tényleg csak fegyelmezettem meg. Tehát ez másképp nem. Ugyanakkor meg nagyon lehet élvezni. Tehát amikor reggel felkelek, és kinyílik a szemem, és nagyon jól tudom, hogy előkészítettük, felkészültünk a műsorra, kimondottan örömmel megyek be. Tehát olyan jó fürödni, beülni az autóba, sötét a város, és tudod, hogy mit csinálsz, mindjárt megszólalsz a hallgatónkra, kimondottan örömmel kelek. A Retro Rádióban mikor készültök fel a másnapi adásra? Tehát te már felkészült vagy a holnap reggelre? Igen, ez egy alapvető dolog, és ezt nagyon megtanultam az amerikai, amikor a Sláger Rádiója amerikai tulajdonú volt az ottani mentorontól, az ottani program tanácsadótól, hogy felkészülés, felkészülés, felkészülés. Ez abszolút az alapja mindennek. Tehát
Én, mi reggel 10-kor befejezzük ugye az adást, és akkor összejövünk a szerkesztő, a kollégám a Lovász Laci, még egy szerkesztőlány, és elkezdünk ötleteket, témákat dobálni mi innen Gagpartin, és ugye mi mindig azt nézzük, nem azt, hogy mennyire vicces egy történet, egy bulvárhír vagy bármi, hanem hogy mit tudunk belőle csinálni. És az a nehéz folyamat, hogy azt milyen irányokba tudjuk elvinni, és mindig a zenéhez szoktam hasonlítani, hogy nekünk kell, hogy legyen egy kottánk azért, hogy tudjunk rá improvizálni. Tehát ha tudod az alaptémát, és ezért készülünk fel, akkor már az improvizatív része is sokkal magabiztosabb, és pontosan tudod az irányokat, hogy merre mész. Tehát egy picit így a jazzhez hasonlítom a mi felkészülésünket, mert itt tudunk is teljesen spontán is lenni. Azt hiszem, Hoffi Géza mondta, hogy az improvizálás alapja a jó felkészültség. Abszolút, abszolút igaz. Így van. Tehát annélkül a dolog nem igazából működik. Azt mondom neked, hogy Howard Stern. Várjál, azon fekszel most. Mert ez a készülék, ami most látsz engem, az ilyen könyvekre van pakolva. Van egy tankcsapda könyv, egy Howard Stern könyv, a Dombóvár Istváné, és kivettem alól a Stinget. Most így van, Howard Stern, igen. Mit jelentett ennek az embernek a megjelenése a te szakmai életedben? Gyakorlatilag teljesen kinyitott egy másik ablakot a rádiózás területén. Tehát nyilvánvalóan az első dolog, ami az embereknek, ha ismerik, eszébe jut róla, az az, hogy Botrán Rádiós. Ami részben igaz, és részben ő ezt csinálta szánt szándékkal, akkor botrányt keltett, és ezzel gerjesztett hallgatottságot. Nyilván ez is benne volt az én eszköztáramban is, de ahogy ő a mikrofonhoz nyúl, tényleg én szerintem hangszerként kezeli a mikrofont és az alanyait, a vendégeit, az nekem teljesen újszerű volt, és baromi érdekes főleg. És ami aztán érdekes volt, hogy a Sláger Rádióban a főnökeim közül ketten is közvetlenül a Howard Sternnel dolgoztak. Aki a Sláger Rádiónak volt akkor mondjuk az ügyvezetője, a Randy Bongarten, benne van a Sternnek az első könyvében, ő rúgta ki a Sternt az NBC-től. És egyébként a Stern abszolút pozitív főnökként emlegeti. A másik az előbb említett programkonzultáns Andy Bloom, a mai napig jó barátom. Ő meg a Sternnek volt, nem tudom melyik adónál, azt hiszem a K-Rocknál, a programigazgatója, hosszú éveken át. És ezekkel a figurákkal dolgoztam együtt, és valami érdekes, hogy rengeteg párhuzamot láttak attitűdben, Sternben is, meg bennem is. Ma már egyébként tök érdekes, mert ez a könyv, ami most éppen hevers, Laci, ez a mostani időszaka, ahol ő már sokkal inkább, kevésbé botrányosan, hanem inkább mély interjúkat csinál, reggeli sávban, hát nagy sztárokkal nyilvánvalóan, és mégsem úgy nyúl az interjú alanyokhoz, mint ahogy itthon egy mély interjú készül, hanem mégis sztörnösen, de ez is baromi érdekes. Tehát ez például számomra is egy érdekes út tudna lenni majd a későbbiekben. Én nagyon sokat tanultam tőle, nem kell azt mondani, hogy nem hinném, hogy átvettem dolgokat, de nagyon-nagyon sokat tanultam tőle beszélgetés technikában. Hát egy tény, hogy ő nagyon sokszor megbántotta azokat, akikkel beszélgetett, na meg hát természetesen a hallgatókat is, akik állást foglaltak, hogy ez egy barom, jaj, nem is volt ez olyan rossz. Tehát igazából állásfoglalás volt, bármilyen mondatot mondott, és ez egy nagyon fontos dolog, és azt hiszem, bocsi, nálad is állásfoglalás van a hallgatóknál. Valaki igen, nagyon szeret, van, aki nem. Ez egy nagyon jó párhuzam, amit vonsz egyébként. Én azt gondolom, hogy én talán az első voltam, aki például rádiósként azt mondta, hogy nekem igenis van véleményem. Én nem vagyok objektív. Én az egyik oldalon vagyok. És amellett kitartok, ha te a másik oldalon vagy, még az is lehet, hogy lehülyézlek, nyilván ezt ma már kevésbé csinálom, de teljesen igazad van. Tehát nyilvánvalóan egy megosztó figura egyébként bármelyik műfajban sokkal érdekesebb a közönség számára, mint egy mindenkinek helyeskedő. És miután az én karakterem, a személyiségem is olyan, hogy én nagyon szeretem a véleményemet felvállalni, én szeretek barátokkal vitatkozni, beleállni, akár még a demagógia szintjére is lemenni, amikor már... És ezt a rádióban, ha ügyesen, okosan csinálod, akkor ezt tudod kamatoztatni. Tehát persze, vannak utálóim, és ezekkel nagyon-nagyon jól tudok élni. Volt annak idején, megint a Sláger Rádióban, ott mindent mértek rajtunk, minden koordinátát, paraméter,
És volt egy ilyen, hogy azt hiszem, hogy engem szerettek, tehát az ismertségem mondjuk akkor 98% volt, akik szeretnek az 60%, és akik utálnak az 40. Gondolj bele, hogy majdnem fele-fele. És az Andy azt mondta, hogy ez zseniális, ez a legjobb. Ha 70-30 lenne, akkor már nem örülnék neki. A 60-40 a legjobb. Mert többen szeretnek valamivel, ugyanakkor az utálók is kitartanak melletted, mert annyira kíváncsiak. Igen, és beszéltem olyan emberekkel, akik nem szeretnek, de azért hallgatják, mert hát a fogsz olyat mondani, amit esetleg vagy megszeretnek, vagy még jobban fognak utálni. Szóval ez egy állati érdekes igen. dolog. Igen, igen, ez az én műsorom egyébként azon is alapszik, hogy sose tudhatod, ahogy te mondtad, sose tudhatod, hogy mikor robban egy bomba. Lehet, hogy soha nem fog robbanni, de mindig az az érzésed, hogy itt bármikor robbanhat egy bomba. És ezt tudni fenntartani, ez egy baromi érdekes játék. És igen, ez az izgalom, ez a legtöbb hallgatóban benne van, és ez nem feltétlenül azt kell, hogy ez, tehát én ugye a rádiózás az érzelmekről szól. Lehet baromi vidámnak lenni, lehet baromi jókat röhögni, de azt gondolom, hogy a jó csendek iszonyatosan hatásosak, és olykor az elgondolkodtató, vagy akár a szomorú momentumok. És hogyha ezeknek a hullámán tudjuk utaztatni a hallgatót, akkor végzünk jó munkát. Igen, azt hiszem, ez egy nagyon fontos dolog, és ebből én csak azt az egy következtetést vontam le, utáljanak vagy szeressenek. De ne kérdezze meg senki se, hogy ki a bocsi. Hát ez az, ugye? Az a legrosszabb. Tehát pontosan. Nálam az utálat az pontosan annyit jelent, mint a szeretet, mert hát tudnak rólad. Így van, ez igaz. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Az a bomba, amiről beszéltél, te mindig tudod, hogy mikor fog robbanni a bomba? Nem. Nem? Nem, én is hagyom magam, mint ahogy az előbb ugye beszéltünk az improvizációról, tehát én is hagyom magam sodorni, ugye ez egy több szereplős játék, tehát én egyedül nem volnék jó, nekem kellenek azok a partnerek a stúdióban, jelen esetben ugye a Lovász Laci, a szerkesztő, a Gyuri, akikkel ez a játék beindul, és ez tényleg egy kidolgozott témán alapuló, de improvizatív, spontán játék, amikor ez bármikor előfordulhat. Érzem, ha közeleg a bomba, de abban a pillanatban nem tudom, hogy az akkorát fog robbanni. Én nem is provokálok szándékosan, tehát nekem az én provokációm, azok nincsenek megtervezve. Tehát az a bomba, az nekem is meglepi. Tehát abban a pillanatban, amit te gondolsz, azt rögtön ki is mondod? Ma már nem. Ma már nem? Ma nem. Már megfontoltabb vagy? Azt hiszem, igen. Azt hiszem, igen, mert egy csomó... Nézd, az a baj, hogy a sajtó is mindig a szövegkörnyezetből kiragadva kezel valamit, és abból csinál aztán egy óriási balhét, ami egyébként nem is úgy hangzott el. És sajnos ez olykor némi öncenzúrához is vezet. Ami nem jó egyébként szerintem. Ugyanakkor nyilván én is bölcsebb lettem, érzékenyebb lettem, gyerekem van, azóta azt mondják, hogy sokkal érzékenyebb vagyok a világra, más emberekre. Tehát másképp kezelem a dolgokat, másképp rádiózom, mint 15 évvel ezelőtt, vagy 20. Úgy érzed, hogy komolyabb vagy? Azt gondolom, igen. Azt gondolom, igen, nem sokkal, tehát a hülyéskedésre való hajlamom az olyan, mint 30 éves koromban, és eléggé intenzíven művelem, és főleg a kollégákkal, de sokkal, hát mindannyian, tehát aki többet él és tapasztal, az egyszerűen bölcsebb, és más szenzorokkal figyeli a világot. Ennyiben igen. Igen, én azt hiszem, hogy a kornak a előre haladtával az ember jobban meggondolja, hogy ezek a receptorok, amelyek a külső információkat bevonzák a fejedbe, arra a reakciók milyenek lesznek. Hogyne, persze. És a megbántás is, amiről az előbb beszéltél, azt mondtad, hogy Stern nagyon sok mindenkit megbántott. Például a mostani interjú könyvében, egy interjút láttam, tőle megkérdezték, hogy ő bánta-e meg azt, hogy megbántott valakit, és mondta, hogy Robin Williamsnél. Annyira bántotta, hogy igazságtalanul piszkálta, nem tudom, a külsejér, vagy valamit, nem tudom milyen tulajdonság, és ő bocsánatot akart kérni, és előtte egy pár nappal, amikor elhatározta, hogy felhív a telefonon, követett el öngyilkosságot. És ez nyilván elgondolkoztatja az embert, hogy meg ugye a bölcsességed is, hogy oktalanul meg akarsz-e bántani bárkit is, pályatársaidat, vagy kollégákat, vagy hallgatót, vagy teljesen mindegy. Igen, tehát ez a bölcsesség, ez ehhez is kell. Te hívtál már fel valakit, akit úgy éreztél, hogy megbántottad, akár egy ismert ember, akár pedig csak egyszerűen egy hallgat, és mondtad, hogy bocs, nem így gondoltam? Igen.
Nem tudom már pontosan, mi viccelődtünk, de ha jól emlékszem, Kósár Adolf felesége volt Fonyó Barbara, ugye? Igen. És azt hiszem a gyerekük nevén viccelődtünk, talán az Adolfból vontunk valamilyen nem jó ízlésű analógiát, hogy vajon mi lehet a gyerek neve, és ez egy nagyon-nagyon rossz poén volt szerintem. Hallottam is, hogy nagyon megbántottam az anyukát ezzel, ugye a gyerek akkor még pici volt, és őt például felhívtam telefonon, és tényleg őszintén bocsánatot kértem tőle. Az ATV-ben futó műsorod az egész másról szól. Abban sokkal több a vidámság, és sokkal több az a fajta humor, amit te egyébként kiválóan képviselsz azokkal az emberekkel együtt, akikkel ott összeültél, és akikkel összeülsz, és beszélgetsz, és hát tulajdonképpen hülyéskedtek. Ez a műsor hogy jött létre, ez a te ötleted volt? Egyáltalán nem. Sőt, én nem is nagyon akartam már televíziózni. Tehát annyi olyan tévéműsorban szerepeltem, ami nem volt nekem testhez álló. Tehát én nem vagyok az a figura, aki kiáll egy nagy sólépcsőre, és hangosan, harsányan felkonferál egy fellépőt, vagy egy sóelemet. Ez nem az én műfajom. Én nagyon szeretem, ha riposztozunk, ha társaságban vagyunk, és a párbeszéd adja a műsor tartalmát. És érdekes módon a Hajdú Peti hívott fel, ugye ez most már negyedik évad, amit csinálunk, tehát ennek megfelelően 3,5 évvel ezelőtt. Hajdú Peti hívott fel, hogy lenne egy ilyen műsor ötlet, amit meghallgattam, és igazából semmit nem mondott, csak annyit, hogy én lennék a műsorvezető, és lenne 4 vendég. Na most esküszöm, hogy több ötletet ehhez ő nem adott, és akkor ebből kellett nekünk valamit kreálnunk. És kaptam egy baromi jó szerkesztőt, aki a mai napig imádok, egy szerkesztő lányt, hölgyet, és Ágival rakjuk össze a műsort minden alkalommal hétről hétre. De hogy mivé fejlődött, azt gyakorlatilag én és a vendégek hangulata adta. Tehát az első, nyilván minden első műsor nem olyan, mint a 20. Az elsők azok még ilyen tapogatózóak voltak, és aztán beállt ez a fajta tényleg jó hangulat. Annyira szívesen jönnek a vendégek hozzám, amire külön örülök. Tehát egyszerűen, mert jól érzik magukat, és elfelejtik, hogy ez egy tévéfelvétel. És ennek a felkészülése egyébként hasonló, mint a rádiónál. Ugye mi nagyon, tehát amiben különbözik ez a műsor, hogy behívsz nyilván különböző ismert embereket, celebritásokat, stb., és nem rólad kérdezem őket. Tehát nem az, hogy azt olvastam rólad, hogy elváltok, vagy azt, hogy az új nagy lemezed nem tudom mi, vagy a tévé. Tehát nem róla szól, hanem olyan témákról, amit nap mint nap olvasunk az újságból, és arról van véleménye. És ebből, hogy arról a témáról van véleménye, sokkal több kiderül róla, mint hogy egyébként közvetlen róla kérdeznéd. Nyilvánvalóan, persze, amikor elmész a saját pályád mellett és egy másik irányba, mert mindenkinek van véleménye mindenről. Így van. Meg mindenki mindenhez ért, ugye főképpen a focihoz, meg még tudnám sem, meg a rockzene, tehát mindenki mindenhez ért, és mindenki zenész volt, vagy futballista. De hát ez egy nagyon klassz dolog, és ez tényleg ettől jó pofa a műsor. Nem akarom, hogy párhuzamba állítsuk a rádiót és a televíziót. Te melyiket szereted jobban, a rádiózást vagy a televíziózást? Hát mindenképpen a rádiózást, tehát az nem kérdés. Nem kérdés, és ennek nagyon sok oka van. Egyrészt volt egy jó pár tévéműsor, amit nem szerettem, de csináltam. Kettő, a tévében a te sikered vagy a sikertelenséged az nem csak rajtad múlik. Az múlik azon, hogy a programigazgató mondjuk melyik műsorsába teszi. A sminkes jól sminkel, a világító jól, jó-e a rendeződ, jó-e a vágód, jó-e a szerkesztőd. Annyi mindenki múlik az, hogy a műsor milyen lesz, de mindig a műsorvezető viszi el a balhét vagy a dicsőséget. A rádióműsor, és ezt te is tudod, az, ha jól csinálod, az rajtad múlik. Az te vagy. És persze ez sem teljesen így van, mert ugye egy csapatot is magad mellé kell, hogy építsél, de ott ugye nagyon sokan egyedül vezetnek rádióműsort, tehát lásd te, tehát az te vagy, a sikered vagy a kudarcod a tiéd. És én ezért szeretem többek között sokkal jobban a rádiót, meg még egy dologért. Egyszerűen szeretem, hogy a rádió, pont az, hogy nem sugároz képeket, hogy mi képeket festünk az emberek fejébe. Úgy öltözöl, ahogy akarsz, én mindig azt szoktam mondani. A rádióban mehetsz strandpapucsba és fürdőgatyába is nyugodtan, mert senki nem látja. Bár ez sem igaz, mert vannak már kamerák. Hát igen, ez is igaz, de hogyha te egy sztorit adsz elő, bármit, akkor ez ugyan, mint a könyvolvasás, hogy mindenki saját maga képzelje el ezt a helyzetet,
a saját képi világával, ami ugye rá van bízva az ő fantáziájára. Tehát egy sokkal nagyobb mozi tud lenni, ha jó mesélő vagy a rádió, mint a televízió. Bocsi, elszaladt az időnk, nem fogod elhinni. Olyan pillanatok alatt túl vagyunk már, lassan a 30 percnél tartunk. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy voltál meg, hogy jól nézel ki, és meggyógyultál, azért te is átestél ezen a valamin, ami nem volt senkinek sem kellemes, és kívánom, hogy nagyon-nagyon sokat rádiózzál, és sokáig legyünk még kollégák a Retro Rádióban. Laci, én ugyanezt kívánom neked, és nagyon várom már, hogy személyesen is találkozzunk újra, hogy vége legyen ennek az őrületnek. Nagyon régóta nem láttuk egymást, csak itt, vagy telefonon beszéltük. Bocsi, nagyon szépen köszönöm, további szép napot neked. Én is köszönöm, szia Laci, sziasztok! Önöknek, kedves nézők, pedig köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!